Az összesített adatok alapján elmondható, hogy Bács-Kiskun megyében a betakarítási munkálatok befejeződtek, egyedül a cukorrépa betakarítása mutat 75%-os állapotot. A kukorica betakarítását hátráltatta az elmúlt időszak csapadékos időjárása. A megye déli részén lévő jobb adottságú területeken lettek kiemelkedő 10-12 tonna per hektár termés átlagok, azonban a megyében a 8,1 tonna per hektár az átlagtermés. A betakarított termés minősége jónak mondható, a csövek nagyok, szép, nagyszeműek voltak. A napraforgó az idei évben nagyon szélsőséges minőségi és mennyiségi adatokat mutatott a különböző területeken. A megyében 2,8 tonna per hektár a jellemző termés átlag, azonban sajnos akadt olyan terület is, ahol a hektáronkénti mennyiség nem érte el az 1 tonnát. A napraforgó felvásárlási ára az idei évben kiugróan magas lett. A kunsági borvidéken a szüret javarészt befejeződött, már csak kisebb területeken lehet tőkén maradt szőlő. A terméshozam a borvidéken átlagosan 9-10 tonna per hektár körül alakult, amely a korábbi évekhez képest közepesen jónak számít. Tavaly évhez viszonyítva az árak emelkedtek, kilónként 70-140 forint között mozognak kompenzációs felárral. A megyében az őszi vetések is befejeződtek. Kezdetben a munkálatokat a száraz talaj megnehezítette, amely leginkább az őszi káposzta repcére volt negatív hatással. Sajnos akadnak olyan területek, ahol a kedvezőtlen viszonyok miatt a kelés igen gyengének mondható. A korábban elvetett gabonák szépen egyöntetűen fejlődnek. Az ülés végén a résztvevők tájékoztatást kaptak arról, hogy az egységes kérelmek előleg kifizetése október 16-án megkezdődött. November 5-éig 16.657 igénylő kapott SZAPSZ vagy egyéb jogcímre előleget, amely a megyei igénylők 80%-a. Decemberben már a részletkifizetések időszaka veszi kezdetét.